Ezt a képet pár napja csináltam. Mivel nagyon sokan kérdeztétek, hogy csináltam ezt, hogy egyáltalán fotó-e, vagy egy grafika, arra gondoltam, hogy megmutatom, hogyan tudtok csinálni magatoknak egy saját verziót. Először is igen, ez egy fotó, amit egy fényképezőgéppel csináltam, és mielőtt belemegyünk a részletekbe, egy villámgyors bemutatkozás az újaknak. Az én nevem Nagy Zoltán, én olyan utazó fotós kategóriába szeretem magam betenni, egyszerűen csak azért, mert állandóan utazok és nagyon szeretek fotózni. Jó pár hasonló videót találsz még itt a csatornámon, tehát hogyha új vagy, akkor mindenféleképpen nézz körül, és hogyha tetszik, amit látsz, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára. A másikat meg szeretnék említeni, hogy hamarosan elkészül az ingyenes fotós tanfolyamom, egy ideje dolgozok már rajta, lehet, hogy amikor ezt a videót nézed, akkor már elérhető, úgyhogy javaslom, vagy nézzetek itt a videó alatti leírásában körbe, vagy menjetek fel az oktatás.zolexplorer.com oldalra, mert hogyha már elkészült, akkor ott fogtok tudni hozzáférni. Holdfotózás. Tehát a mai témánk, hogy hogyan lehet lefotózni egy ilyen menő holdat. Szerintem a hold agyon van fotózva, tehát talán a legtöbbet fotózott égi test érthető okokból itt van közel, viszonylag egyszerű lefotózni. De nagyon kétdimenziós a legtöbb kép, ami róla készül, továbbá kicsit unalmas így a hold képeket nézni így egymás után, a legtöbben nincs is semmi más rajta, mint egy hold, és hát én nekem az a mottóm, hogy soha ne fotóz naplementét, mindig valamit fotóz a naplementére, és ezt használom a csillagokra, vagy a tejútra, vagy jelen esetben a holdra is. Ezt a képet is egy pár héttel ezelőtt csináltam a holdról. És ha megnézed, van egy kis előterünk, van atmoszférája az egésznek, úgy néz ki, mintha pattogna egy domboldalon a holdunk, a felhők meg a nyilván a domboldal miatt. És ez is egyetlen egy fotóból készült amúgy. A legtöbb dolog szerintem önmagában unalmas, és talán ez a hold, ha így fotózzuk le, ahogy most nekem meg fogom mutatni, ez talán kivétel lehet. Ezt a videót három részre fogom bontani, a három elengedhetetlen fázisa ennek a fotózásnak. Az első az maga a fotózás és a tervezés. A második, hogy mi kell hozzá, a harmadik pedig, hogy hogyan kell megszerkeszteni. A-tól Z-ig minden benne lesz ebben a videóban. Nem is húzom tovább a szót, kezdjük a tervezéssel. Először is van nekem egy programom, az a neve, hogy PhotoPills, és ezen tudom követni azt, hogy a hold éppen hol van, mikor lesz fönt az égen, mekkora része lesz megvilágítva a nap által, milyen magasan, milyen messze van a földtől, tehát mindent látok ezen. Tehát egy ilyen programmal meg tudtam tervezni azt, hogy melyik az a pillanat, amikor körülbelül a hold fele látszik, illetve a fele világos, a másik fele pedig sötét, és éjszaka jön föl, mert hogy éjszaka érdemes megfotóznunk ahhoz, hogyha a hold sötét oldalát is szeretnénk látni. Mivel ez a program fizetős, olyan $10, ezért mutatok egy alternatívát. Ha megnézitek, akkor most a mooncalc.org nevű honlapon vagyunk, és jelen pillanatban itt vagyunk Zell am See-nél, Ausztriában, és by the way, ezért van ez a retro háttér, mert hogy egy ideiglenes szálláson vagyunk éppen. És ha megnézitek, itt tökéletesen látjuk azt, hogy mikor kel föl a hold, milyen irányban megy, és láthatjuk, hogy mondjuk itt nappal van fönt, illetve hát éjfélkor kel föl, tehát éjfél után kell valakinek kint lennie, hogyha például augusztus 12-én akarja lefotózni a holdat, ami a legközelebbi olyan állása, ahol kb. A fele világos és a másik fele sötét. Lényeg, ami lényeg, itt meg tudjátok tervezni a pillanatot. Szóval maga a fotózás az ilyen 5 perc az egész, de a tervezés meg a várakozás miatt ugye ez lehet, hogy hetekig, vagy nagyon rossz esetben hónapokig fog tartani. Én szerencsés voltam, mert ugye én megnéztem, hogy mi az a következő dátum, ez volt most talán 27-e júliusban, és azon az estén amúgy is kint voltam fotózni, sajnos a felhők takarták egy ideig. Nyilván néztem az időjárás jelentést, és imádkoztam, hogy tiszta ég legyen. Nem volt teljesen az, felhő mögött volt a hold, de amíg a fotózással kocsikáztam haza, egyszer csak megláttam, hogy a hold kijött a felhők mögül, félreálltam az első helyen a kocsival, kipattantam, és 5 perc alatt elintéztem a fotózást. Tényleg csak kidobtam az állványt, föl a kamerát, csináltam 12-3 fotót körülbelül, és bedobtam mindent vissza a kocsiba, és hazamentem. Fussunk végig gyorsan a képeken, amiket én csináltam. Ha megnézitek, én 14 fotót csináltam aznap este, és ez volt az első, második,
harmadik, ha jól emlékszem, akkor vagy ezt használtam föl, szerintem ezt használtam föl, tehát az első három az kuka, azzal nem foglalkoztam, és ez a kép reprezentálja nyilvánvalóan a hold világos oldalát, és ha megnézitek, semmilyen információ nincs a sötét oldalával kapcsolatban. A beállítások, amiket használtam, itt érdemes a legalacsonyabb ISO-t használni, amit csak tudsz, hogy a lehető legjobb minőségű legyen a felvétel. Én egy 300 mm-es objektívet használtam, ami full frame-en a 600 mm-es zoom teljesítménynek felel amúgy meg. Nézzük gyorsan a beállításokat. ISO 200, f6.7 és 1/200 másodperc. Nem muszáj pont ezeket a beállításokat használnod majd neked is természetesen. És akkor most jön az igazi trükk. A következő 10 kép, amit itt láttok, az pedig egymás után gyakorlatilag ugyanazokkal a beállításokkal csináltam ezt a 10 fotót. És ezt azért csináltam, mert hogyha belenagyítunk, akkor láthatjuk, hogy itt már ugye erősen túlexponáltuk a világos oldalt, és láthatóvá vált a sötét oldala a holdnak. Viszont magas ISO-t kellett ehhez használni, hogy ne legyen túl hosszú a záridő, talán még használhattam volna magasabb ISO-t és rövidebb záridőt is, de így is egész jól sikerült így elsőre, nem vagyok egy hold fotós specialista. És ha megnézitek, egy picit zajos. És ezért csináltam belőle amúgy 10-et, és mindjárt megmutatom, hogy hogyan tudjuk ezzel a 10 fotóval csökkenteni a zaj mennyiségét. Ha megnézzük a beállítást, akkor fél másodperc, f6.7 és ISO 1250. Ez a fél másodperc az lehet, hogy egy kicsit lassú. Tehát, hogyha mondjuk a hold világos feléről csináltam volna egy fél másodperces képet, lehet, hogy egy picit életlennek tűnne, de itt a sötét felénél ez abszolút nem érezhető, vagy én nem látom a képen, de lehet, hogy érdemes amúgy magasabb ISO-t használni és rövidebb záridőt. Térjünk is arra, hogy mire van ehhez szükség. Nyilvánvalóan szükséged lesz egy fényképezőgépre, meg egy zoom objektívre, és ez egy minél nagyobb zoom teljesítmény legyen. És amúgy ezért szeretem, meg ezért használom a Micro 4 harmatos rendszert, azon belül is az Olympust, mert ez egy full frame-en 600 mm-es zoom objektív, ami hát láthatjátok, hogy mekkora rajta a hold. Elég nagy, és ez egy nagyon nagy teljesítmény, mégis elfér az egész a kabát zsebembe. A másik, amire szükséged van, az pedig egy stabil állvány. Mert hogyha ilyen baromi nagy zoomot használsz, a legkisebb kézremegés is több 100 kilométeres kimozdulás lehet egy ilyen hold föld távolságban, úgyhogy mindenféleképpen egy stabil állványra lesz szükségetek. Amúgy ez egy Manfrotto B-Free Advanced utazós állvány, ami karbonból van, könnyű, tehát hogy én azért használom ezt, mert hogy szintén sokat utazok, minden több mindenem legyen könnyű és picike. És az összes felszerelést, amit használtam, kamera, objektív, állvány, annak a linkjét berakom a videó alatti leírásba, ha valaki pontosan érdekel, hogy mi ez, vagy akar éppen valamit vásárolni, jó szívvel ajánlom az összeset. Nem is húzom tovább az időt, szerkesszük meg a fotót. Én a szerkesztéshez Photoshopot használtam, és amint látjátok, itt van a végső megszerkesztett változat, és itt pedig már be van húzva a 10 fotó a sötét oldalról. Én vagy megtanítva mindenre, ha tudnám, milyen erő lakozik a sötét oldalon. De megmutatom, hogy hogyan tudjátok így behúzni ezt a 10 fotót. Először is rámész, hogy File, parancsfájlok, fájlok betöltése a verembe, tallózás, rámész, megkerest a mappát, ahol ezek a képeid vannak, kiválasztod, én ezt 10 fotót jelensedve, és rányomsz, hogy oké. Okay. Bejön ide egy lista. Itt van egy ilyen, hogy kísérlet a forrásképek automatikus igazítására. Ez nagyon jó lenne, hogyha működne, de 99% esély nincs, hogy a Photoshop egymásra fogja tudni illeszteni a képeket. És erre azért van szükség, mert ahogy képet csinálsz kép után, a holde közben el fog mozdulni. Úgyhogy nyugodtan hagyjátok ezeket üresen, és nyomjátok rá, hogy oké. Okay. Láthatjátok, hogy szépen itt elkezdi oldalt megnyitni a képeket egymás után. Oké, okay, meg is van, megnyitotta az összes fotót. Ezt elfelejtettem mondani, hogy ez a lépés abszolút kihagyható, hogyha nem érzed túl zajosnak, tehát ezt egy fotóból is meg lehet csinálni, de ha így csinálod, ahogy most mutatom, akkor kevésbé lesz zajos, és jobban fog kinézni, és plusz 10 perc munka összesen. Nézzük is, hogy mi a trükk. Bent vannak itt a fotók, mindegyiknél kikapcsolom, tehát csak az alsó kettő látszik. A felsőre kattintok, és itt rákattintok erre a blending módra, és kiválasztom, hogy különbség is. Hogyha belenagyítok,
akkor láthatjátok is, hogy ő megmutatja az eltérést, az elmozdulást egymáshoz képest. Úgyhogy a felső réteg van kiválasztva, szépen ezeket megpróbálom egymásra illeszteni. Használhatjátok az egeret is, használhatjátok a kurzor billentyűket is, és akkor jó, hogy nagyjából láthatjátok, hogy eltűnt, szinte fekete az egész kép, ez azt jelenti, hogy szépen egymásra illesztettük. Blending módot visszaállítom normálra, az egyel fölöttét bekapcsolom, és ugyanígy átváltom különbségre, és egymásra mozdítom a rétegeket. És ezt megcsinálod az összes réteggel, mind a 10-zel szépen, így egymásra pakolgatod őket. Én ezen azért nem megyek most végig, mert nagyon sok idő menne el vele, úgyhogy én ezt be is zárom. Amint láthatjátok, én nekem már van itt egy másik fülön nyitva, az összes 10 fotó, és mind a 10 fotó szépen egymásra van illesztve. A következő, amit csináltok kell, kijelölöd az összeset, és jobb klik, és van itt egy ilyen, hogy konvertálás intelligens objektummá. Most összesen annyi fog történni, hogy az egész, az összes 10 fotót berakja egy intelligens objektumba. Oké, meg is vagyunk, láthatjátok, hogy mind a 10 fájlból egy darab lett egy intelligens objektum. Belenagyítok, hogy jól lássátok a különbséget, sőt, csinálok egy másolatot. Ha látjátok, elég zajos itt a fényes résznél, meg itt a sötét résznél is tökéletesen jól látszik, hogy ez azért elég zajos lett a magas ISO miatt. Rámegyek ide, hogy rétegek, intelligens objektum, veremmód, és itt kettőt érdemes kipróbálni. Az egyik a középérték, a másik pedig a medián. Én ennél a képnél a középértéket éreztem jobbnak. Meg is vagyunk. Nézzétek meg a különbséget. Látjátok, hogy mennyire elképesztően szépen kiszűrte az ajt? Nem mondom, hogy tökéletes, de nagyon-nagyon szépen zajmentesítette. És én csak 10 fotót használtam föl, simán lehet, hogyha te mondjuk felhasználsz egy 20-25 fotót erre, akkor ennél még sokkal-sokkal szebb eredményt fogsz kapni. Most fogom és ezt rasterizálom, tehát léteg rasterizálása, csak azért, hogy egy sima JPG fájlt csináljon belőle. Közben a laptop meg majdnem lemerült. A következő lépés, hogy megnyitjuk azt a képet, amin a hold világos oldala van. Megnyitjuk ugyanúgy Photoshopban. Mivel ez egy RAW file, ezért a kamera RAW fog megnyílni, és amint láthatod, én semmi más nem csináltam rajta, mint hogy egy kicsit felhúztam az expozíciót, minimálisan visszahúztam a csúcsfényeket, és a részlet nagyítóban, illetve ezen a details fülön az élesítés maszkolását lejjebb húztam olyan 60-asra, hogy ne legyen olyan zajos a kép az élesítés miatt. Majd rányomtam, hogy megnyitás. Tehát itt van a fotónk a világos oldalról, és az előbb csináltunk egyet a sötétről, ugye? Ezt megfogom, és ezt áthúzom ide, erre a fűre. Ha ezzel megvagyunk, akkor egymásra kell őket illeszteni, tehát rányomok ugyanígy a különbségre, és így látható lesz mind a két réteg egyszerre. A mozgatás eszközzel, ezt pedig így megpróbálom egymásra illeszteni. Nagyíts bele jól, nézd meg ezt a... hogy hol illeszkedik jól bele, a kép a másikba, ha megfigyeled, akkor ezeknek az árnyékos részeknek is szépen össze kellene passzolnia. Nem kell izgulni azon, hogyha egy-két pixel eltérés van, mert valószínűleg nem fog látszani, de próbálj még minél pontosabb lenni. Ha ezzel megvagyunk, akkor visszaállítjuk, hogy normál, és lehúzzuk ide alulra ezt a réteget. Ezt a világos réteget ugye. Csinálunk belőle egy másolatot, az alsót most egyelőre ki is kapcsolom, és egymás fölött van elméletileg tökéletesen egymásra illesztve a két rétegünk, amint láthatjátok. És a felső rétegen csináljuk egy maszkot, színátmeneteszköz, fehérből fekete, és ez egy nehéz része, ez az, ami rá vagy bukik, hogy mennyire lesz realisztikus szerintem a kép. És itt kellene valami nagyon szép átmenetet képeznünk, valahogy összemaszkolnunk a két felét. Amint látjátok, itt ugye már elkezdjük látni a sötét részt, kezd hold formája lenni a dolognak. És én most ezzel nem vacakolok sokat, próbálkozzatok vele, hogy szerintem, hogyha túl világosra csináljátok a világos vagy a sötét oldalt, akkor ez egy kicsit nem lesz realisztikus, de én ezt teljes mértékben rátok bízom, hogy ezt hogyan maszkoljátok itt össze. Használhatok nyugodtan Luminosity maszkot, ahol talán még egy picit szebb eredményt tudtok elérni. Oké, ha ezzel megvagyunk, akkor ezt a két réteget berakom egy mappába. És most jön egy trükk. Úgyhogy látod ezeket a számokat, úgy tudsz ilyen úgynevezett ilyen vonalzókat vagy rulereket csinálni. Ha nem látod, akkor Ctrl-R. Ctrl-R-rel el tudod tüntetni, vagy meg tudod jeleníteni. Legfelső eszköz,
föntről lehúzok egyet mondjuk ide alulra, mert hogy az alsó fele világosabb, jobban látszik. Egy picit mehetsz beljebb így a hold felszínétől, egy nagyon-nagyon picit beljebb, egy-két pixellel, és ugyanez a másik oldalon is, nagyjából ide. Majd válasz ki ezt az ellipszis kijelölés eszközt, és innen a metszetéből a két vonalnak ki tudsz húzni egy ilyen kijelölést. Próbáld meg minél pontosabban kijelölni a holdat. Mondjuk nagyjából így. És hogyha belenagyítasz, akkor láthatod, hogy egy kicsit a kijelölésünk az kijebb van. Tehát lesznek fekete foltok itt. Sőt, ezt meg is mutatom, hogyha csinálok ebből egy maszkot, akkor láthatod, hogy itt vannak fekete foltok, és ez nekünk nem jó. Úgyhogy azt kell csinálni, hogyha megvan ez a kijelölés, hogy rámész, hogy kijelölés, úgyhogy még él a kijelölés, módosítás, zsugorítás és pár pixellel beljebb hozott. Próbáljuk meg kettővel. Nyomok egy ilyet, és megnézzük, hogy vannak itt ilyen fekete részek. Ott van egy kicsi, és így ennyi, ha jól látom. Tehát egy nagyon-nagyon pici itt még van. Tehát Ctrl-Z-vel visszamegyek, kijelölésünk megint él, illetve kijelölés, módosítás, zsugorítás, egy pixel. Nyomok egy okét, és most csinálok egy maszkot. És amit láthatjátok, most már nincsenek fekete részek, tehát tök jól kijelöltük a holdunkat. És akkor most jön az egyik legfontosabb trükk. Bekapcsolom a legalsó réteget, és tadám, hirtelen megjelenik a túlexponált rétegekből adódó ragyogás, ez a glowing. És ezen kell még egy picit javítanunk. Tehát az alsó réteget kijelölöm, várjunk, ezeket a rulereket innen eltüntetem, nincsen erre már szükségünk. Tehát az alsó réteg ki van jelölve, nyom egy Ctrl-T-t. És azzal, hogy nyomtál egy Ctrl-T-t, ki van ez jelölve, és ha megfogod az egyik felét, akkor így össze tudod zsugorítani a képet. De hogyha úgy zsugorítod össze, nyomod közben az Alt-ot, akkor egyszerre zsugorodik minden irányba, csak annyira zsugorítsd össze, hogy ez a ragyogás éppen, hogy megmaradjon minden irányba, de már ne legyen túlságosan ilyen agresszív, mint volt. Látjátok, hogy ilyen napszerű már, tehát legyen egy kicsit kisebb ez a réteg. És szerintem ez így jól is néz ki. Vágjuk le a fölösleges részeket, tehát rámegyek ide a vágáseszközre, és valamennyit levágok belőle, most csak ilyen random, mondjuk itt. Mondhatjuk azt, hogy kész vagyunk. Láthatjátok, hogy körvonalazódik a képünk. Én még azért a helyetekben megcsinálnék ezt-azt. Az egyik, hogy a biztonság kedvére erről csinálok most egy másolatot erről a mappáról. Jobbklik és csoport egyesítése. Ezt a képet most meg tudjuk szerkeszteni Camera Raw-ban, tehát szűrő, Camera Raw szűrő. És ugye itt a fotónk. És mit is csináljunk innen? Nagyon picit felhúzom az expozíciót, az egészen, egy nagyon kicsit visszahúzom a csúcsfényeket, és az egésznek adok egy kis clarity-t, tisztaságot, meg egy kis textúrát. Így van, hogy ezek a kráterek, meg a sötét részek egy picit dominánsabbak legyenek. Hogy erre még ráerősítsünk, ezért ezzel az átmenetes eszközzel, vagy kijelöléssel, vagy nem tudom mi az réteggel, még egy kicsit húzok itt a tisztaságon, talán egy nagyon picit, és a homályosságmentesítésen is. És akkor nézzünk egy előtte-utána, hát láthatjátok, hogy sokkal drámaibban néz ki az egész, nyomok egy okét, és igazából kész is vagyunk. Én még, ha jól emlékszem, annyit csináltam, hogy élesítettem egy kicsit a képen, ezt ezerféle módon meg lehet tenni, vannak mindenféle élesítés eszközök, úgyhogy próbálkozzatok vele. Apropó, tudja valaki, hogy lehetséges az, hogy a hold nem forog, de a föld meg kb. Minden égitest, amit ismerünk, az igen. És van erre valami tudományos magyarázat? Én még soha nem néztem utána. Ha valaki esetleg tudja és elmondja, köszönjük szépen. Egy szó mint száz, ennyi volt ez a videó. Remélem, hogy tetszett, meg hasznos volt. Nagyon bízom benne, hogy páran majd kipróbáljátok, és megpróbáljátok utánam csinálni, és hogyha meg szeretnétek mutatni, hogy sikerült, akkor szintén a videó alatti leírásban meg fogjátok találni a fotós, Facebook fotós csoportomnak a linkjét, és oda, hogyha csatlakoztok, én nagyon szívesen venném, hogyha töltenétek föl ilyen képet, csak jelöljetek meg a posztban, hogy lássam is, mert nem látok minden képet mindig. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek,
Ne felejtsetek el feliratkozni, ha ezt még nem tettétek meg, és a következő videóban találkozunk. Végig napot!